1983-ban indultunk el egészen kevés pár tucatnyi hallgatóval a Német Szövetségi Köztársaságból érkeztek hozzánk, akkor ugye Németország még két részből állt. Mindenki fölmérte, hogy ennek az anyagi vetületen kívül más lényegesebb vetülete is van. Kapcsolatok kialakítása, kapcsolatok kiépítése a német állammal, német állami szervekkel. Az egész egyetem történetében ez egy halatlan fontos dátum az, hogy a Semmelweis Egyetemi jelenleg szerintem a magyar felsőoktatás zászlós hajója, ez elválaszthatatlan a idegen nyelvű oktatástól. Kicsit szabadabb szellem kezdett el uralkodni a politikai életben, és ez biztosította azt a merészséget, hogy ugyan próbáljuk meg. 1983. A Semmelweis Egyetem történetének egyik legfontosabb mérföldköve. Ekkor indult el a jelenkori nemzetközi orvosképzés. Dr. Fonyó Attila, az Élettani Intézet akkori igazgatója indította útjára a német nyelvű oktatást, és ezzel az egyetem kilépett az európai orvosképzés színterére. Ez a döntés a szocializmus idején kifejezetten bátor lépésnek számított, hiszen alapvetően az NSK-ból vártak orvosta hallgatókat Budapestre, és erre a külföldi sajtó figyelmét is fel akarták hívni. Ehhez a technikai segítséget az akkori MSZMP adta. Ők adtak nekem egy gépkocsit, hogy utazzak fel vele 83. májusban Bécsbe, az egyik magyar kirendeltségnek a segítségével tartsak egy sajtóbeszélgetést, újságírók gyűltek össze, hogy Magyarország nyit, nyitáspolitika. Egy pillanatig gondolkoztam, hogy ebből most mi lesz, hol veszik le a fejemet, majd azt mondtam, igen, ez bizonyos nyitáspolitika. Nem lett semmi bajom. 1987-ben kísérleti jelleggel egy maroknyi angol nyelvű hallgatót is fogadott az egyetem az Egyesült Államokból. Először a kis létszámú német oktatás indult meg, és aztán egy egészen kis létszámú angol oktatás, nevezetesen 11 hallgatóval. Attól volt hatalmas jelentőségű, hogy amerikai diákjaink voltak. A vasfüggöny mögé eljönni, az egy döbbenetes dolog volt számukra. A nemzetközi képzések megszervezésének az oktatási portfólió bővítésén túl államközi jelentősége is volt, hiszen a Semmelweis Egyetem rendkívül sokat tett azért, hogy az intézményben végzett külföldi hallgatók hazájukba visszatérve magas szakmai színvonalon lássák el orvosi hivatásukat. A német állam honorálta az itteni működésemet, a német kormány, a Német Szövetségi Köztársaság érdemrendjének a nagy keresztjével tüntetett ki, amit a nagykövet adott át nekem. Volt olyan időszak, amikor a német nagykövet ideadta nekem a magántelefonszámát, amin közvetlenül hívhattam. Kétszer használtam, mind a kétszer indokolt volt. Az általános orvostudományi kar mellett 1987-ben a fogorvostudományi kar is bekapcsolódott a német nyelvű oktatásba. Magyar hallgatók kezdetben berzenkedtek, hogy a legjobb oktatókat a német előadások viszik el. Valami igazság volt benne, de a idősebb emberek beszéltek németül, tehát a jobb oktatók beszéltek németül. A képzés sikerét mutatja, hogy az első hallgatók között végzett a magyar származású, marosvásárhelyi születésű dr. Anton Skuljan is, aki ma a Berni Egyetem paradontológiai tanszékének nemzetközileg elismert professzora. Az igazság az, hogy harmadévben nagyon nehéz volt a patológia vizsga, és tulajdonképpen Rapis professzor úr elől akartunk menekülni, és azért próbáltam átmenni a németekhez, meg gondoltam, hogy a Lapis professzor nem tud németül. És tulajdonképpen nagyon jól beszélt németül, és nála kellett vizsgázni.
Az angol nyelvű oktatás 1989-ben indult el hivatalosan dr. Kádár Annának, a Patológiai Intézet akkori vezetőjének irányításával. Az angolul beszélő nemzetközi hallgatók az orvos, fogorvos és gyógyszerész képzésben vehettek részt. Ez egy abszolút sikertörténete volt az egyetemnek. Amikor az angol oktatás kezdődött, akkor a Somogyi Endre, az igazságügyi orvostan professzora volt a rektor. Nem adta az áldását, hanem vállalta a felelősséget azért, hogyha ebből bármiféle, akár politikai nehézség származik. Származhatott volna akkoriban, de végül is nem származott. A Magyarországon devizaválság volt, pénz kellett, és ezt a politikai bizottság engedte meg, hogy ilyen képzés lehet. Az általam vezetett intézet az majdnem meg tízszerezte a tudományos teljesítményét azokból a bevételekből, amikből műszereket és különböző dologi kiadásokat tudtunk fedezni. Az egyre növekvő hallgatói létszám miatt 1989-től a külföldi hallgatók titkársága kezdte koordinálni a nemzetközi hallgatók ügyeit. Az Angol Képzés Operatív Bizottságban dr. Kádár Anna vezetése mellett kulcsfontosságú szerepet töltött be másokkal együtt dr. Mandl József és dr. Gera István is. 90-ben jelentem meg először Mandl József évfolyamtársam és ma is jó barátom ajánlott be Kádár Anna professzor asszonynak. Bemutatkoztam és elmondtam, hogy én nemrég jöttem meg Amerikából, ahol 83-tól 85-ig tanultam és végeztem a kutatásomat, és akkor mondta, hogy István, majd meglátjuk, bizonyítani kell. Az akkor legnagyobb piacot jelentő Ciprusra, Görögországba és Izraelbe az angol nyelvű képzések operatív bizottságának tagjai rendszeresen kiutaztak, hogy a helyszínen bonyolítsák a felvételi vizsgákat. Ha elgondoljuk, hogy akkor még papír alapon történt, és a kérdőívek és a megoldó lapok az kb. 3x50 kilós bőrön bevittük ki. Néhány utazás az meglehetősen kritikus volt, tehát például Izraelbe belépni az, aki utazott Izraelbe, az tudni kell, hogy az meglehetősen nehéz ott. Irán az megint egy meglehetősen nehéz terület volt, ez még nagyon az iszlám forradalom után egy-két évvel volt, tehát elég nehéz volt a helyzet. Az egyetem idegen nyelvű képzése nem valósulhatott volna meg a dr. Horváth Attila által vezetett McDaniel College nélkül, amely már a 80-as évek elejétől a toborzásért és a kapcsolattartásért volt felelős. Ők szerezték be a hallgatókat, ők csinálták a propagandát, ők szervezték meg később az itthoni meg a külföldi felvételüket, mert ugye olyan sok országba keltették fel az érdeklődést, hogy több országban kellett akkor tájt a felvételi vizsgákat bonyolítani. Ez nem úgy ment, hogy oda mentünk és kidoboltuk, hogy itt a Szemüvesz Egyetem, hanem volt egy hálózat a jelentkezéseknek, és a felvételi vizsgák a lényeg az egyfajta interjú volt, hogy képesnek látjuk-e az illetőt arra, hogy el tudja végezni ezt az egyetemet, vagy nem. A 90-es évek második felére a McDaniel College segítségével a Közel-Keletről és Skandináviából érkező hallgatók is csatlakoztak a hazai képzéshez. Később a brit, spanyol, majd az Egyesült Államok beli kanadai és dél-koreai hallgatók száma is jelentősen megnőtt. Akkor annyira nagy szám volt ez Norvégiában, hogy az egyik vezető újságnak a riportere, fotóriportere ott volt, és csinált éppen velem egy interjút, és a következő nap, amikor mentünk az állomásra, velem szembe az Aftenpostennek a címlapján én magyaráztam ott egy kékszemű norvég kislánynak, angolul manhunterek, a Semmelweis felvadások vannak itt. Nagyjából ez volt a norvég címe ennek a cikknek. A 2000-es évek óriási lendületet hoztak a nemzetközi képzések terén. 2004-ben az egészségtudományi karon elindult az angol nyelvű gyógytornász képzés. 2008-ban Hamburgban, 2009-ben Lugánóban,
2010-től pedig Pozsonyban indított kihelyezett képzést a Semmelweis Egyetem. 2011-ben a gyógyszerésztudományi kar is bekapcsolódott a német nyelvű gyógyszerészképzésbe. A Pető András kar 2017-es integrálásával a nemzetközi képzések tere még tovább szélesedett, hiszen az intézménynek Romániában is folyik kihelyezett konduktorképzése. A külföldi hallgatók titkárságát, amelynek élén a kezdetektől négy kiemelkedő professzor követte egymást, 2019-ben a nemzetközi hallgatók képzéseinek központja váltotta, melynek élére dr. Alpár Alán került, aki ezzel együtt a nemzetközi képzésekért felelős rektor helyettesi feladatot is ellátja a Semmelweis Egyetemen. A nemzetközi nyitás sikerének egyértelmű bizonyítéka, hogy már a 5 kontinens közel 100 országának polgárai tanulnak a Semmelweis Egyetemen. Még az Antarktiszról nem foghatunk hallgatót, de különben minden földrészről van már hallgató. Egy olyan tudásminőséget ad a hallgatónak, ami éveken, évtizedeken keresztül aztán kialakítja azt az imást az emberekben a Semmelweis Egyetemről, hogy ide érdemes elküldeni az embereket, mert jó orvosokat képeznek. Ezek a jó orvosok aztán a gyerekeket, sőt van, hogy az unokákat küldik az egyetemre vissza. Ami szerintem egyedülálló Budapesten, az a nagyon jó alapképzés. Ha összehasonlítom mondjuk a Berni Egyetemhez, vagy más egyetemekhez Németországban, Magyarországon sokkal nagyobb a szint. For me, it was a unique decision because I was searching for a university that would offer me a degree that is recognized all over the world and more specifically would provide me with the opportunity to work and practice medicine in EU. And also Semmelweis has wide-reaching cooperation and partnerships with many countries across the world and many major healthcare institutions across the world. A nemzetközi hallgatók képzéseinek központjában az új szemlélettel együtt új célkitűzések kerültek előtérbe. Ezek a jelenlegi rektori elképzeléssel összhangban túlmutatnak a külföldi hallgatók tanügyi adminisztrációján. Rektor úr ennél sokkal többet akart. Ő azt akarta, hogy az idegen nyelven tanuló hallgatók illeszkedjenek be teljesen az egyetem életébe. Elindítottam azt a vállalkozást, hogy legyenek olyan angol nyelvű kurzusok, amire bejelentkezhet német és magyar nyelvű hallgató. Nulla volt 3 évvel ezelőtt, most 72 van belőle. A külföldi hallgatók beilleszkedését segíti a hallgatói önkormányzatokkal való szorosabb együttműködés és a közös szórakoztató programok megszervezése is, mint például a Nemzetközi Semmelweis Karnevál, a Semmelweis Gólyabál, a Nyári Egyetem vagy épp a Jégkarnevál. So regarding social life, there are so many possibilities, I have to tell you. People have this misconception that just because you're studying to become a healthcare professional, nobody has time to socialize and enjoy their time in this new city for many of us as international students. One of the many, many progresses that we've made over the past 3 years working with Professor Alpar has been to be more included in the university as international students. One of the main accomplishments we've had was to establish Semmelweis University clubs where students of 3 different language programs, English, German, and Hungarian, could come together and explore their similar interests in different clubs, be it sports or non-sports. A legjobb ötletek a hallgatóktól jönnek. Őket kell meghallgatni, és hogyha tudjuk teljesíteni, mögé tudjuk rakni a támogatást, abból jó dolgok születnek. Az itt végzett embereink tulajdonképpen az egyetemnek a nagykövetei. Ezek az emberek, akik később sikeres orvossá válnak külföldön. A Semmelweis Egyetem az elmúlt 4 évtizedben kétségkívül Európa egyik legjelentősebb angol és német nyelvű képzési intézményévé nőtte ki magát. Mára az egyetem mind a 6 kara kínál idegen nyelvű képzést hazai vagy külhoni helyszíneken. A 2022. szeptemberében induló és 2023. júliusáig tartó Semmelweis International 40 program sorozat az egész akadémiai éven átívelve ünnepli a nemzetközi orvosképzés elindulásának 40 éves jubileumát, hogy méltó emléket állítson az eddig elért eredményeknek.